ünnepi hangulatú, de ugyanakkor tétmérkőzés is következik egyben Győrből. Ünnepi hangulatú, hiszen a Győr már bajnokként lép pályára, és tétjellegű találkozó, hiszen az MTK-nak még abszolút reális esélye van a dobogó harmadik fokára való felállásra, azaz a harmadik hely megszerzésére, sőt papíron még akár a második hely is meg lehet. Kanta kapja vissza 16-oson belül, lövésre kínálja fel a labdát, most megy kapura, hozzáérte valaki, senki, így aztán kirúgás lesz belőle, de szépen kidolgozta minden esetre az MTK. Vadnai, nagyszerű labda, Kanta lőheti rá, és a kapus mentett, óriási Kamenár. Szépen kidolgozta megint az MTK, és akkor, amikor Kanta elé került, akkor már lehetett látni, hogy ebből biztos, hogy jó kis lövés lesz. Nagyot védett Lubos Kamenár. Jött az MTK szöglete. Óriási helyzetben Vukmir fölé lövi a labdát, megijedt a kivetődő Kamenártól. Andrics, nagyon jó labda volt, nagyon pontos. Volt behátrál, Andrics a 16-oson belülre kerül, Völgyi lőheti rá a labdát, és ott a gól, nem volt le, Strajkovics beleszúrt még, vezet a Győr. Hát ezt nem foghatta így Robbioni, mert erre nem számított, hogy még belebök a labdába ott a kapu közelében Strajkovics. És még mindig Vas, és rá is lőheti Vas, és rá is lövi Vas. Ez szép egyéni akció volt. Kicsit kalandozott, mint egy eltévedt vándor az erdőben. Aztán végül megtalálta a kiutat, így ellőtte a labdát. Kevés az ütközés szerencsére. Oly, mekkora hiba volt, Kánoki is követte el, Trajkovics továbbadja, gólhelyzet, Dinyár kiadja! Önzetlen volt Trajkovics, ő is ellőhette volna, de a Dinyárnak pedig onnan illett volna bepasszolni, belőni. Kálnoki kis óriási hibájából alakult ki a lehetőség. Trajkovics rögtön szágult vele. Bemutatja a figurát Kanta. Wolf fejelhet rá, a kapufára tolja a kapus, és aztán kivágja Pátkai a kipattanót. Kamenár védett, óriási. És még mindig Andrics. Pöröskei tapad rá, de Andrics be tudja adni a labdát, látványos fejes kifelé. Pátkai vette célba Gropioni kapuját. Zsidai. Egy percet hosszabbít a játékvezető. Wolf! De jó lövés volt. De nem tudja föltenni az íre a pontot az MTK. Takács, Vadnai még tovább, nincsen les, kezezést reklamálnak az MTK játékosai. Nagyon-nagyon mérges Kanta. A játékvezető azt mutatta, hogy az oldalát találta el, a felső testét a labdagyőri játékosnak. Bukmir. Hiába csinálta meg a cselt, lőni nem lehetett. Hídvégi, Wolf fejel, épp hogy mellé. Nikorek, hú, de befűzte itt most Vukmirt. Nikorek Dinyárhoz kerül, Dinyár lőheti rá, rá is lőtte, és eltekerte a hosszú felső mellette, úgy, hogy MTK játékos lábáról ment az végül is kapu mellé. Négyen indulnak meg, három MTK játékossal szemben, Andrics. Át a másik oldalra, Nikorek fejel, de nincs erő a fejesben, így aztán Gropioni könnyedén véd. Kanta oldalra. Tisler, ez is kapufa, hihetetlen. 10 méterre, talán 8-ra, mindjárt dürohamot kap Garami József szegény. Elképesztő, hogy miket hagy ki az MTK. Vas. Zsidai lövi rá a labdát, az ötösre helyezkedett Kamenár, pont középre jött és kisen pattant róla. Völgyi lövi tehát, nem is volt az annyira rossz, de Gropioni azért ott állt és biztos kézzel fogta. Aztán gyorsan főpattan Györgyevics, mert látja, hogy nagy a baj, megszerzi a labdát az MTK, beselő, óriási Kamenár védés volt. Úgy érkezett Vas Patrik, hogyha nem is fogja meg Kamenár, akkor biztos, hogy kijön róla, de mint a lepkét, vagy mint a legyet.
ez a meccs védése volt. Nem megy az MTK-nak a Győr ellen, 14. zsinórban olyan mérkőzés, amikor az MTK nem tud nyerni a győriek ellen.